Jó estét kívánok! A Halas Televízió élő választási műsorát látják. Magyarország többi településéhez hasonlóan június 9-én Kiskunhalason is dönthetnek majd a szavazók arról, hogy ki legyen a polgármester és hogy kik képviseljék az egyéni választókerületeket. Választási műsorunk tegnap indult, és 10 estén keresztül mutatkoznak majd be a különböző választókerületek képviselői. Városunkban a legfrissebb adatok szerint 21.593 szavazásra jogosult választópolgár van. Mai adásunkban a 2. számú választókerület jelöltjei mutatkoznak be. Mindhárman elfogadták meghívásunkat, így a stúdióban köszönthetem Busz József urat, a Mi Hazánk képviselőjelöltjét, Laskovicsné Terzics Editet, a Fidesz-KDNP jelöltjét, és Rétfalvi József Istvánnét, a DK-MSZP Jobbik jelöltjét. Jó estét kívánok! Választási irányelveinknek megfelelően a képviselőjelölteknek egyenlő időintervallumban áll lehetőségük bemutatkozni. 8-8 percben fogják elmondani programjukat a kedves nézőknek. Ezt az időkeretet egyébként teljesen ők döntik el, hogy miként, milyen arányban fogják felhasználni. ABC sorrendben haladunk majd a bemutatkozásokkal. És én azt gondolom, hogy ha mindenki készen áll, akkor el is kezdhetnek bemutatkozni. Először akkor kérem Busz József urat, hogy mutatkozzon be és mondja el programját. Köszöntöm a televízió nézőket és a stúdióban jelenlévőket, különös tekintettel jelöltársaimra. Busz József vagyok, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjeként indulok az önkormányzati választáson. 1973-ban születtem, Kiskunhalason nőttem fel, és jelenleg is itt élek az Alsóreg szülőkben feleségemmel és nagylányunkkal. Iskoláimat is itt végeztem Kiskunhalason, mezőgazdasági gépésztechnikus végzettségem van, és jelenleg is a szakmámban dolgozom. Megrögzött hagyományőrző vagyok, és ennek tükrébe alakítottam az életemet, mert úgy gondolom, hogy gyökerek nélkül ugye nincs élet, és ez a múltamon látszik is, ugye a 15 évre visszatekintő Magyarok Vásárának például a szervezője vagyok. Azon kívül fontos számomra a környezetvédelem, amiért nagyon sokszor kiálltam már itt a városban, erről sokan ugye tudhatnak is, és azt gondolom, hogy ez szintén a gyermekeink jövője szempontjából egy nagyon, nagyon fontos dolog. Azon kívül politikusi múltam ugye nincs, viszont én nagyon sokat felszólaltam már a város problémás ügyével kapcsolatban, és még így civilként is sikerült elérnem kisebb-nagyobb eredményeket. Hosszú távfutóként nem ijedek meg a kihívásoktól, és nehezen is szoktam felelni a dolgokat, úgyhogy a jövőbeni munkához is úgy érzem, hogy elég kitartással rendelkezem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maradt még 6 perc, 24 másodperc, és akkor most Laskovicsné Terzics Edit bemutatkozása következik. Jó estét kívánok! Én is tisztelettel köszöntöm a Halas TV nézőit, jelöltársaimat, és megkülönböztetett figyelemmel és tisztelettel a 2. számú választókerületben lakókat. Laskovicsné Terzics Edit vagyok, a 2. számú választókerület Fidesz-KDNP közös önkormányzati képviselője. Bár János Hamán születtem, de tőzsgyökeres kiskunhalasinak vallom magam, hiszen születésem óta itt élek. Itt végeztem az általános és középiskoláimat, miután a Bajai Tanítóképzőfőiskolán szereztem tanítói diplomát. 1979 óta dolgozom pedagógusként, 2015 óta a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola igazgatója vagyok. Mindvégig nagy hangsúlyt fektettem a továbbképzésekre, az ismereteim gyarapítására. Éppen ezért több szakképesítés mellett szakvizsgázott pedagógus és közoktatásvezető diplomát is szereztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtudományi és Társadalom Tudományi Karán. Szakmai munkámat 2008-ban Kiskunhalasváros köznevelési díjjal, 2022-ben pedig Bács-Kiskun megye ifjúságának nevelésért díjjal ismerték el. E tanév lezárását követően 45 év pedagógus munka után nyugdíjba fogok vonulni. 2 felnőtt gyermekem van, mindketten büntetőjogi szakjogászok, és Budakalászon élnek.
2019-ben kaptam meg életem legnagyobb ajándékát, amikor megszületett első unokám Sára, akit 2021-ben egy újabb csoda botont követett, így most már két gyönyörű gyermek boldog nagymamája vagyok. A velük töltött idő az, ami engem leginkább, ami leginkább kedves számomra, és a velük töltött idő az, amelyből töltekezek, amely erőt és hitet ad nekem a mindennapi munkáimban. Színház és zenekedvelő vagyok, szabadidőmben lehetőség szerint ezekkel az elfoglaltságokkal és kikapcsolódásokkal is töltekezem. 2014-ben és 2019-ben is megtiszteltek a kettes számú választókerület lakói bizalmukkal, és körzeti képviselőjüknek megválasztottak. Azóta vagyok a pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottság tagja, illetve a Halastély Kft. Felügyelőbizottságának az elnöke. Hogy miért vállaltam továbbra is a megmérettetést, illetve az újraindulást, arra nagyon egyszerű a válasz, hiszen az elmúlt 10 év munkája, azok az eredmények, amelyeket a jelenlegi városvezetéssel mi elértünk, nem is hagyott volna engem, hogy ne induljak. És arra törekszem a továbbiakban is, hogy legjobb tudásomat és a tapasztalataimat kamatoztatva tovább dolgozzak Kiskunhalasért, illetve a kettes számú választókerületért. Köszönöm. Köszönöm szépen. 4 perc, 40 másodperc maradt még az idejéből. Rétfalvi József Istvánné következik. Tisztelettel köszöntöm a Halas Televízió nézőit és a jelenlévőket. Rétfalvi Józsefné vagyok, a Kiskunhalas város 2. számú választókerületének önkormányzati képviselőjelöltje. Kiskunhalason születtem, egész életemben itt éltem. A körzetemhez tartozó alsóöregszülőkben éltem 8 éves koromig. Ott kezdtem el az általános iskolai tanulmányaimat, második osztályig ott oda jártam, az ottani inokai iskolában, ami akkor még létezett. A Szilágyi Áron gimnáziumban érettségiztem, és a Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai főiskolai karának ingatlan nyilvántartás szervező szakán szereztem diplomát. 2 felnőtt gyermekem van, mindkettő kiválóan megállja a helyét az életben, büszke vagyok rájuk. A Kiskunhalasi Körzeti Földhivatalnál dolgoztam, ahol a ranglétrát végigjárva a pályafutásom végén 8 éven át az ingatlan nyilvántartási szakvonal vezetőjeként dolgoztam, ezzel egyidejűleg a hivatal vezető helyettesi feladatokat is elláttam. A munkám elismeréseként kitüntetésben részesültem. Köszönöm szépen. 6 perc, 37 másodperc maradt még. És akkor értelemszerűen továbbra is ABC sorrendben haladunk tovább, megkezdjük a második kört. Hát ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy valaki miért indul egy önkormányzati választáson képviselőjelöltként. Azért döntöttem így ez mellett már most már több egyszerre, mert úgy gondolom, hogy hát sajnos a városunkban nem jó irányba mennek a dolgok. Nemzeti érzelmű emberként, hagyományőrzőként 10 évvel ezelőtt még örülhettünk is talán annak, hogy ismét jobboldali vezetése lett a városunknak, de sajnos csalódnunk kellett. Történelmi lehetőség volt a város vezetésének a kezébe, amivel nem élt, hanem visszaélt, hiszen teljhatalmú urai voltak a városnak, és igazából sok mindent jó irányba fordíthattak volna, ezt nem tették meg. Így aztán ismét eljött az idő, hogy meg kell próbálni ezen a dolgon változtatni, és hozzátenni a mi tudásunkat, tapasztalatunkat, illetve ötleteinket ehhez a dologhoz, hogy jobb irányba fordítsuk a város szekerét. Nyilván a körzetet érintő dolgokat mindannyian ismerjük, és tehetnénk is különböző ígéreteket, amivel már ugye tele van a padlás, ezt mindenki tudja. Sajnos 10 éve, 15 éve ugyanazokat ígérik, és ennek jó része nem valósul meg. Annak ellenére azért egy pár dolgot nyilván felsorolnék azokból, ami valós probléma, és amire megoldást fogunk keresni, hogyha kapunk erre lehetőséget, és hozzá tudunk tenni ehhez a dologhoz. Ugye két részből áll a körzetünk, az egyik az ugye az alsóöregszőlők, ahol élek is.
annak a problémáit teljesen testközelből tudom és ismerem. Ilyen például egyik ilyen dolog, hogy például a tömegközlekedés ott nem megoldott. Nagyon sok kisiskolás jár arról a területről be, télen, nyáron, ugye hóba, vízbe, esőbe, éppen mikor, milyen idő van. Például egy iskolabusz megoldást jelenthetne mondjuk egy kis busszal, nagyon sok családnak, gyereknek meg lehetne könnyíteni az életét. Nagyon nagy probléma a körzetünkben az ivóvíz ellátottság, ugye ott nincs vezetékes ivóvíz, nagyon sok család már próbálkozott ezzel, voltak is rá különböző megkeresések, de sajnos megoldást nem tudtak kínálni nekik. Azt gondolom, van rá megoldás, csak nyilván állhatatosan keresni kell. Aztán nagyon nagy gond még például a mezőőrség meggyengítése, ami megtörtént ugye itt az elmúlt években. Ezt ott a környék lakói nagyon nem vették jó szívvel, és azt gondolom, hogy azt nem, hogy gyengíteni, inkább erősíteni kellene a mezőri szolgálatot, mert a közbiztonságot mindannyian ismerik, hogy milyen a környéken. Azután, amiért már szintén sokszor szót emeltünk, az a szemét kérdése, ami szintén nem megoldott a városba. Turizmusról akarunk úgy beszélni, hogy közben a város pedig körülveszi a szemét halom, és erre továbbra is sok-sok éve nincs megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen. 3 perc, 37 másodperc maradt még az idejéből. Laskovicsné Terzics Edit következik. Valóban, ahogy képviselőjelöltársam mondta, a 2. számú választókerület egy földrajzi elhelyezkedéséből adódóan egy összetett terület, igen eltérő problémákkal más feladatot kell megoldani a Kertvárosban, és megint mást az Alsóreg szőlőkben. Képviselői tevékenységem ideje alatt számos eredményt értünk el, amire nagyon büszke vagyok. Elsősorban el kell mondanom, hogy a Kertvárosban valósultak meg talán a városban a legnagyobb összegű beruházások, amelyeknek az értéke közel 1 milliárd forint volt. Talán megértik és elfogadják, hogy pedagógus lévén szívügyem a nevelés-oktatás, tehát méltán vagyok büszke a megépült új óvodára, valamint a kertvárosi iskola bővítésére, felújítására. De jó leső érzés az is, hogy több utcában sikerült út felújítást, új út építését, illetve járdaépítést végezni. A lakosság igényeinek megfelelően közös összefogással épült új út a Gyárfás utcában, a Borostyán utcában, a Tormási, illetve a Liget utcákban, és épült járda a Gárdonyi Géza utcában, a Nagyszedőr utca kertvárosi részén, valamint a Kanizsa téren. Ezen túlmenően megújult a kertvárosi ABC környezete, rendezetté vált, bővült, valamint a kanizsatéri üzletek parkolója útszintén. Megújultak a Cserény utcai játszótér elemei, a kerítés felújítása pedig épp az elmúlt hetekben, illetve napokban fejeződött be. A közterületi kamerák kihelyezése számtalan ponton megvalósult. Az Alsóreg szőlőkben a Szalai dűlő egy részét szilárd burkolattal láttuk el, és végeztük folyamatosan a dűlőutak karbantartását, ami valóban ezen a területen az egyik legnagyobb feladat. A tanyavilágban sok helyen kerültek kihelyezésre napelemes világító lámpaoszlopok. Ezek az eredmények a folyamatos kommunikációnak is köszönhetőek a lakók és köztem, amelyet ezúton is köszönök mindenkinek, akik megtiszteltek bizalmukkal, megkerestek és jelezték a problémákat. Köszönöm. Köszönöm szépen, maradt még 2 perc, 37 másodperc, és akkor ismételten Rétfalvi József Istvánné. 1980 óta szintén a körzetemhez tartozó Kertvárosban élek. Nagyjából ismerem az ott élő emberek problémáit, gondjait, de most az aláírás gyűjtés alkalmával végigjártam a körzetemet személyesen, és nem egy erőszakos aktivistával gyűjtettem össze az ajánlói aláírásokat. A lakosokat meghallgatva elmondták a közérdekű gondjaikat, például, hogy hova szeretnének stopptáblát, a forgalom lassítása érdekében 30-as táblát, esetleg fekvőrendőrt. A kertvárosi lakosság szeretné, ha minden utcában lenne biztonságos gyalogos közlekedésre lehetőség, hogy ne a járművek között az úttesten kellene gyalog, babakocsival és kerekesszékkel közlekedni. Rengeteget panaszkodik a lakosság arra, hogy gyakori a lopás. Ellopják az utcákról a tujákat, a dísznövényeket, sőt már a kerítése akadály, beugrálnak, elviszik az edényes virágokat, stb. Több utcában, így a Gyöngyvirág utcában is gondot okoz a csapadékvíz.
rengeteg a Kopár utca, ahol fásításra lenne szükség. A Levendula utca folytatásában és a Páfrány utcában egysávos, keskeny, süppedő, homokos az út, ahol aszfaltozásra lenne szükség, amihez az anyagi hozzájárulást is felajánlanák a lakosok. Az alsóreg szőlőkben élők szeretnék, ha az egész évben folyamatosan járhatóak lennének az útjaik, ha több helyen lenne közvilágítás, legalább a forgalmasabb kereszteződésekben, akár szolárlámpás megoldással. A szélesebb, forgalmasabb utak esetében, ha folytatódhatna az aszfaltozás. Amennyiben a választópolgároktól bizalmat kapok, a felsorolt problémák megoldásában szeretnék aktívan közreműködni. Köszönöm szépen, maradt még 4 perc és 13 másodperc. Ismételten Bús József kap szót. Ugye, ahogy itt már el is hangzott, a körzetünk másik nagy egysége, ugye a Kertváros, ami azt gondolom a városunk egyik legmódosabb környéke, és hát ahhoz mindenképpen méltatlan állapotok vannak sok esetben a Kertvárosban. Ott nagyon sok vállalkozó, tehetős ember gyönyörű házat épít, ami egyébként a városunknak nyilván értéke, tehát ezt nem csak maguknak építik, mert ezáltal a városunkat is építik, és ez a városnak a színvonalát is emeli természetesen. És éppen ezért azt gondolom, hogy különösen fontos lenne, hogy ott tényleg megépüljenek azok az utak, amik megépülhetnének, főleg úgy, hogy hozzá is tudnánk ehhez járulni. Illetve, amit már el is hangzott, ez engem is ugye többen ezzel megkerestek, hogy volt tanárnőm is, hogy ellopták egyszerűen a házuk elől a növényeket, és most már nem csak egy kaspót, hanem a földbe leásott növényeket, tehát tuját, egyéb dolgokat ugyanúgy elviszik, és úgy, hogy mosolyog a kamerába az elkövető, és nem történik semmi. Azt gondolom, ezen mindenképpen változtatni kell. Nyilván, ahogy mondtam, felelőtlen ígéreteket kár tenni, viszont amit én ígérni tudok, és mindig is ezt ígértem, munkát és józan észt. Mert azt gondolom, hogy ha van józan ész, józan ítélőképesség és akarat, akkor sok-sok dolgot meg lehetne oldani, és elsősorban nem is pénzkérdése, általában nem hozzáállás kérdése a dolog. Úgyhogy én igazából nem ígérek senkinek se kacsalábat a háza alá, viszont azt meg tudom ígérni, hogy munkát és józan észt, az biztos, hogy számíthat rám. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az időkeretből még mindig van 2 perc 11 másodperc. Laskovicsné Terzics Edit folytathatja. Amint mondtam, az elmúlt években folyamatosan kapcsolatban voltam a körzetben élő lakókkal. Hála Istennek nagyon sok baba született, ezekhez a családokhoz a babacsomagok kézbesítése, másokhoz a ledégő cserekprogram kapcsán látogattam el, az idősebbeket pedig a gondosóra igénylés segítség nyújtása miatt kerestem fel. Nagyon jó leső érzéssel töltött el mindig, amikor észrevéve a városban, illetve a körzetben megvalósult fejlesztéseket, elismerték a városvezetés, valamint az én munkámat, köszönetüknek adtak hangot, és arra biztattak, hogy ezt az utat folytatni kell tovább. Ezek a megerősítések, illetve az, hogy egész életemben a közösségért végzett munka motivált, az igazi örömet ez adott az életembe, ez készített arra, hogy tovább vállaljam ezt a munkát. Szívemhez legközelebb a terveim közül a Kertvárosi Bölcsöde megépítése áll, hiszen ezzel az intézménnyel egy olyan egyedülálló dolog jönne létre, ami kevés városban adatik meg, hogy egy helyen van bölcsöde, óvoda és iskola. A közösségi terek fejlesztése a terveim között szerepel, egy fitnesspark és egy rekordtám futókör kialakítása a Kertvárosban, további lakossági út- és járdaépítési projektek támogatása, a kamerarendszer további bővítése, a kanizsatéri sportudvar felújítása, a külterületen a dűlőutak állapotának javítása, a napelemes lámpa rendszer további bővítése, a kommunális és zöld hulladék szállításának megoldása, valamint az ivóvízhálózat fejlesztése az alsóeregszőlőkben, amire már volt kezdeményezés, és folytatódik is tovább a következő hetekben. Rengeteg a terv, melyek sok feladatot adnak, ezekért, önökért, Kiskunhalasért szeretnénk tovább dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, az időkeretből még 48 másodperc maradt. Rétfalvi József Istvánné folytatja most. A lakosság sérelmezi, hogy jelenleg városszerte nem ismerik a képviselőket, nem tudják, hogy ki az önkormányzati képviselőjük. Csak a választások előtt látják őket a plakátjaikon.
Ezért én rendszeresen utcafórumokat szeretnék tartani, ahol a lakosok elmondhatják a közérdekű gondjaikat, de emellett a telefonszámom is közzéteszem, hogy könnyen elérhető legyek. Én már nyugdíjas vagyok. Számomra a képviselői feladatok ellátása a fő feladatom lenne. Nem a főállásom mellett lennék önkormányzati képviselő, bizottsági tag, több tucat társasház közös képviselője. Nekem a társasházak közös költségeivel se kell elszámolnom. Köszönöm szépen, 3 perc 20 másodperc maradt még az idejéből, Busz Józsefnek pedig 2 perc 11 másodperce van még. Köszönöm. Hát ugye az imént megint hallottunk ígéreteket, amit természetesen, ahogy elmondtam már, 10 éve, 10 éve hallgatjuk, és hát ennek a jó része ugye nem szokott megvalósulni különböző okok miatt. Természetesen sokszor olyan is előfordul, hogy halljuk a rossz nyelvek szerint, hogy a rendelkezésre álló pénzek is sokszor nem oda kerülnek, ahova kellene, hanem egyéb más csatornákon elmennek, és ez nyilván azt eredményezi, hogy ami még rendelkezésre áll pénz, az sem a közösséget szolgálja, hanem esetleg csak valami szűk körnek az érdekeit. Tehát nyilván ezen is változtatni kell, és erre nagyon keményen oda kell figyelni, hiszen az a pénz az a mindannyiunké, tehát az a város lakójé. Tehát ez egy nagyon fontos probléma, illetve egy nagyon rövid történet, amiért úgy gondolom, hogy 9-én, június 9-én mindenki menjen el szavazni, és ne maradjon otthon senki, mert változásra van szükség a városba, hiszen most már tulajdonképpen a kiskonalas túszul lett ejtve. Ma felhívott egy közvéleménykutató cég, aki a jelenlegi vezetés megbízásából végezte a közvéleménykutatást. Magamról kérdezett, nem tudta, hogy ki vagyok, és olyan kérdést tett föl, ami azt gondolom minden szempontból etikátlan, hogy ön szavazna egy olyan polgármester jelöltre, mert mint köztudott polgármester jelöltje is leszek a Mi Hazánknak, akit kirúgtak a helyi piacról. Azt gondolom, hogy ez sokat elmond a jelenleg vezetésnek a morális szintjéről. Engem a piacról nem rúgtak ki. Azt a céget tették lehetetlenni, akinek én az alkalmazottja voltam, és így nyilván okafogyottá vált az állásom, és ezért nem dolgozok tovább a piacon. Tehát ez egy rövid magyarázat, és azt gondolom, hogy ez mindent elmond arról, hogy miért van szükség kiskonalason változásra, leginkább azért, mert egy morális válságban van a városunk. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy június 9-én menjen elszavazni, és belátása szerint döntsön, és változtassunk a város sorsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 14 másodperc maradt még az idejéből. Laskovicsné Terzics Edit 48 másodpercről kezdheti most. Én is csak annyival szeretném zárni a gondolataimat, hogy kérek mindenkit, hogy június 9-én szavazatával támogassa Fülöp Róbert polgármester urat, a Fidesz-KDNP jelöltjeit, a 2. számú választókerületben pedig engem. Köszönjük, köszönöm az eddigi bizalmukat, a továbbiakban is számítunk önökre. Ne feledjék, cselekvő testület, fejlődő város. Köszönöm szépen, 25 másodpercnél állt meg az óra. Rétfalvi József Istvánnének még 3 perc 20 másodperce van. Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a gondos órát minden 60 év feletti magyarországi lakcímmel, illetve tartózkodási helyen rendelkező, önálló életvitelre képes magyar állampolgár ingyenesen igényelheti. Szavazati kötelezettség és párthovatartozási kötelezettség nélkül. Egyelőre ennyi. Köszönöm szépen, 2 perc 56 másodpercnél járunk. Busz Józsefnek pedig 14 másodperce maradt. Köszönöm. Tulajdonképpen én annyit szeretnék elmondani, hogy a jövőben kérem mindenki kövesse a Facebookon a Mi Hazánk kiskunhalasi oldalát, ahol minden dologról tájékoztatjuk önöket, és számíthatnak ránk. Várjuk önöket június 9-én. Köszönjük szépen, pont a végszóra akkor be is fejeződött a mondat, nem maradt már több idő. Laskovicsné Terzics Editnek még 25 másodperce van. Köszönöm szépen. Akkor a zárszó zárszavaként még annyit szeretnék még egyszer a kiskunhalas lakosságának a figyelmébe ajánlani, hogy gondolják végig az elmúlt 10 év fejlesztéseit a városban, azt a városvezetői programot és cselekvést, amit véghez vittünk, és adjanak továbbra is bizalmat nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 másodperc még mindig van, 1. nagyon rövid gondolatra akár elegendő is lehet. Rétfalvi József Istvánné 2 perc 56 másodperccel gazdálkodik. Átláthatóságra, demokráciára,
és szolidaritásra van szüksége Kiskunhalasnak is. Ezért kérem a választópolgárokat, szavazzanak a Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt és a Jobbik Konzervatívok Szövetségének jelöltjeire, szavazzanak rám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perc, 35 másodperc maradt. Kérdezem Laskovicsné Terzics Editet. Köszönöm szépen, én mindent elmondtam, azt hiszem. Köszönöm szépen, akkor újra a szót önnek adom. Legyen Kiskunhalas egy európai város. Idén ünnepeljük az Európai Unióhoz csatlakozásunk 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból 2024. május 11-én 13 órától a Végkúriában ünnepi rendezvényt tartunk, ahova szívesen látunk minden kedves érdeklődőt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maradt még 2 perc, 7 másodperc, úgyhogy ha kívánja, akkor tudja folytatni. Igen. Hát akkor azzal szeretném folytatni, hogy tudatosítsam a választópolgárokban azt, hogy mi is békepártiak vagyunk, mi sem akarunk háborút, és aki az ellenkezőjét állítja, az lázít, és nem mond igazat. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Akkor ezzel lezárja ön is, és 1 perc, 46 másodpercet nem kívánja akkor felhasználni. Kedves jelöltek, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és befáradtak ide a stúdiónkba. Kedves nézőink figyelmét pedig felhívom, hogy sorozatunk folytatódik. Holnap este 19 óra 30 perckor a 3-as számú körzet jelöltjei jönnek majd, és ők mondják el programjukat. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!